Köszöntöm nézőinket! Újra itt a szerda este a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinja. Mutatom mai témáinkat. Zöldváros. Mi lesz a sorsa a díszeiktől megfosztott karácsonyfáknak? Egyetemi polgár. Változások a nyelvvizsgarendszerben. A második idegen nyelvből is díjmentesen vizsgázhatnak a tanulók. Hölgyválasz. Mánia vagy rutin? Vendégeimmel rossz szokásainkról beszélgetünk. A hét témája. Jótékonysági bárra készülnek a soproni Rotary klubok. Az elnökökkel beszélgetünk. Gyűlnek a kidobott karácsonyfák a Sopron Holding ZRT zöld terület gazdálkodási divíziójának kijelölt gyűjtőhelyein. A fáknak fontos szerep jut. A szakemberek bedarálják azokat, aztán azt, ami lett belőlük, a város közterületein hasznosítják. Zöldváros című összeállításunkban nem csupán arra adunk választ, hogy pontosan mire használják a mulcsot, de azt is megmutatjuk, hogy mire kell vigyázni akkor, amikor megszabadulunk a szerepüket vesztett karácsonyfáktól. Egyre nagyobb számban csoportosulnak a díszeiktől megfosztott karácsonyfák a Sopron Holding ZRT zöld terület gazdálkodási divíziójának kijelölt gyűjtőhelyein. Elmúlt vízkereszt ünnepe, amelyhez népi hagyomány kötődik. Annak jegyében, hogy végső búcsút intsünk az óévnek, a farsangi időszak beköszönte után, leszedjük az örökzöldekről az ékes ünnepi gúnyát, amelyet nagy gonddal, meghitt pillanatok közepette adtunk rájuk. Ezt követően megszabadulunk a lassacskán a száradás martalékává váló, septiben kopaszodó fáktól. Városunk lakótelepein a Sopron Holding ZRT zöld terület gazdálkodási divíziója gondoskodik az egykori karácsonyfákról. Ilyen táblákkal jelöltük meg a város területein a karácsonyfa gyűjtőhelyeket. Sallai Krisztián, a divízió vezetője mutatja az egyik gyűjtőhelyet. A kidobott karácsonyfákról való gondoskodás a szolgáltató egyik kiemelt feladata az esztendő ezen időszakában. Mi a város területén kb. 35 ilyen karácsonyfa gyűjtőhelyet jelöltünk ki a lakótelepeknek a környékén, és erre kérnénk a lakosságot is, hogy az ilyen gyűjtőhelyekre vigyék a karácsonyfákat, hiszen a szél meg egyéb dolgok miatt megnehezítik nagyban a munkánkat, hogyha a parkoló autók közül kell összeszedni a fákat, vagy a virágagyagból, a sűvényekből kell kiúszkodni. Hát arra kérnénk őket, hogy az ilyen gyűjtőpontokra helyezzék el a fákat. A Holding tapasztalatai szerint sajnos előfordul, hogy valakik nem a gyűjtőhelyet választják, hanem tetszés szerinti helyre dobják a fákat. Ez sok kellemetlenséget okozhat. Előfordulhat, hogy a fákat a szél a parkoló helyekre tessékeli. És az sem mellékes, hogy az elkószáló örökzöldek összegyűjtése bizony nem kifejezetten örömteli feladat. Szintén hátráltatja a fák elszállítását az, ha a hajdani tulajdonosuk zsákba tuszkolja azokat, mielőtt végleg megszabadulna tőlük. Az összegyűjtött örökzöldekre nem a végső enyészet vár, és nem is hajítják oda azokat az éhes lángnyelveknek. A fáknak a gyűjtőhelyeken, illetve a telephelyünkön folyik darálása. A darálék ez komposztálódik, ebből mulcs képződik, és a keletkezett mulcsot pedig felhasználjuk majd a talajtakarásra. Sövényaljakra, illetve talajtakaró cserjéknek a zajzatára helyezzük el ezt a komposztanyagot. Ezzel megsegítjük a növénynek a vízháztartását, illetve a gyomosodást is elkerüljük. A környezet kímélő eljárásnak köszönhetően a fenyőfák elpusztulásukat követően fontos szerepet játszhatnak a város zöld területeinek fenntartásában. A díszeiktől megfosztott fákat január végéig várják a kijelölt pontokra. A város egyéb területein, így a családi házas övezetekben is, a Sopron és térségek környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Kezeli a karácsonyfákat. A Soproni Egyetem szakemberei szerint a nyelvtudás és az azt igazoló okmány ma már elengedhetetlen, például a diploma megszerzéséhez is. Hogy motiválja a jelenlegi és leendő hallgatókat, a kormány már azoknak is támogatja az ezirányi tanulmányait, akiknek van már egy vagy több nyelvvizsgájuk. Egyetemi Polgár című rovatunkban megkérdeztük a szakembereket arról, hogy mi a véleményük a döntésről. A mai
Nyelvvizsgára készülődnek a Széchenyi István gimnázium diákjai. Az itt tanuló leendő egyetemi polgárok zöme már legalább egyszeri ízben számot adott ilyen formában valamely nyelvvel kapcsolatos tudásáról. Azonban már ők is bátran készülődhetnek a következő nyelvvizsgájukra. A költségektől legalábbis biztosan nem kell lóckodniuk. Az új esztendőben valamennyi 35 év alatti fiatalnak a kormány abban az esetben is megtéríti a vizsgadíját, ha már rendelkezik akár több nyelvvizsgával is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma család és ifjúság ügyért felelős államtitkára azt mondta, a döntéssel arra szeretnék ösztönözni a fiatalokat, hogy ne álljanak meg egy nyelvvizsgánál, hanem tanuljanak még további nyelveket is. Szalai Dórának németből már van nyelvvizsgája, most új célt tűzött ki maga elé, angol nyelvből méretteti meg magát. Az ingyenes nyelvvizsga lehetővé tette nekem, és egyértelművé vált, hogy most elmenjek angolból. Ez eddig se volt kérdés, hogy nyelvvizsgát szeretnék, de ezt így most hezitálás nélkül megtehetem, és az érettségén sem kell így már gondolkoznom. A Széchenyi István gimnázium tanulóinak zöme tovább tanul, az iskola ezért is fektet nagy hangsúlyt a nyelvoktatásra. Az iskolánkban ugye olyan képzések is vannak, a heti óraszám az 5 óra, tehát azokban az osztályokban, ahol ilyen magas óraszám az első idegen nyelv, ott a érettségére már egy nyelvvizsga mindenképpen megvan. Ez általában úgy szokott történni, hogy a 10. év végére az első nyelvvizsga, és a 11. 12-re ugye a második nyelvvizsgát is megteszik. Ha 3 órás heti óraszámban tanulnak, akkor ott egy nyelvvizsga a tanulóknak a több mint felének általában realizálódik. Ilyen szempontból tehát a képzéseinkben ezek az alapfeltételek, ezek megvalósulnak, mármint hogy legyen nyelvvizsgáljuk a gyerekeknek. Dr. Katona György, a Soproni Egyetem megbízott oktatási rektor helyettese szerint főleg a szerényebb költségvetésből gazdálkodóknak jelent majd motivációt ez a támogatás. Ez feltétlenül motivációs tényező, ugyanis tudni kell, hogy a hallgatói merítésünk teljesen átlagos, ezért van olyan hallgatói réteg, akinek bizony komoly anyagi megterhelést jelentenek az egyetemi tanulmányok. Azért az nem ingyér van. Egy családnak az bizony sok százer, sok millió forint néha több éven keresztül a tanulmányait a hallgatónak finanszírozni. Ebben bármilyen könnyítés, különösen a nehezebb szociális helyzetű hallgatók számára, az nagyon jól jön. A hallgatóknak szerintem ez néhány tized vagy néhány 10%-a lehet. A többségében a nyelvvizsga meg nem szerzésének inkább az oka, hogy nem fogják fel, hogy ez is nagyon fontos és a tanulmány része, tehát a teljesítésnek a feltétele, és az utolsó pillanatra hagyják, akkor döbbennek rá, hogy hát ebből nem lesz diploma, hiszen nincs nyelvvizsga. Tehát minden ilyen könnyítés, ami ezeket a bentragadt diplomák számát csökkenti, annak mi lelkesen szurkolunk és örülünk. A Soproni Egyetemen örülnek minden olyan kezdeményezésnek, amely a nyelvtanulásra motivál. Az intézmény maga is komolyan támogatja az erre vállalkozó hallgatóit, ugyanis az ott dolgozó szakemberek szerint a nyelvtudás és az azt igazoló okmány ma már elengedhetetlen. Nekünk alapvetően fontos, hogy a hallgatóink vagy már megszerzett nyelvvizsgával érkezzenek hozzánk, vagy a tanulmányidők alatt itt nyelvvizsgát szerezzenek nálunk, az egyetem által biztosított nyelvi felkészítés során az idegen nyelvi központ jóvoltából, vagy bármely más külső helyen. Az egyetem mindent elkövet, hogy ezt egyébként támogassa, úgyhogy ez az új változás, hogy utólag az erre fordított pénzt a hallgatóknak az állam megtéríti, az jó, bár hozzáteszem, a legtöbb karon az egyetemünkön a nyelvi képzést mi jelenleg is ingyen biztosítjuk a hallgatók számára. A kormány ezen támogatásának összege a nyelvvizsga vagy az emelt szintű nyelvi érettségi díja, de legfeljebb az adott évben érvényes minimálbér 25%-a, vagyis idén 34.500 forint jár vissza a számadás díjából.